Rendkívüli közgyűlést tartottak a képviselők csütörtökön. Mivel ez lehetett az utolsó ülés az október 13-ai választás előtt, tehát most utoljára ült így össze együtt a közgyűlés ebben a felállásban, összetételben, Csárna Gábor polgármester megköszönte a testület és a hivatal elmúlt 5 évben végzett munkáját. Feltehetőleg a 2014-19-es önkormányzati ciklus utolsó, ez esetben rendkívüli ülését tartja a tisztelt testület. Szeretném megköszönni a 3 alpolgármesteremnek, valamint valamennyi képviselőtársamnak a város érdekében kifejtett 5 éves áldozatos munkáját. Szeretném megköszönni Jegyző asszonyon keresztül a hivatal valamennyi köztisztviselő és egyéb munkavállalói állományába tartozó kollégájának a áldozatos ügyintéző előkészítő munkáját. A terület és településfejlesztési operatív program által fog megvalósulni a budai Nagyantalut felújítása. A kivitelezéshez szükséges pénzügyi fedezet, mintegy 196 millió forint az önkormányzat rendelkezésére áll, a támogatási szerződés június 26-án lépett hatályba. A munkálatokkal a DVG ZRT-t bízták meg az ülésen. Mint már arról beszámoltunk, tovább fejlesztik a Szalki-szigetet a Modern Városok program keretében. Most egy újabb 583 millió forintos beruházás valósulhat meg, a kivitelezéssel szintén a DVG ZRT-t bízták meg. Több intézményi felújítás is napirenden volt. A Fabolyva sportuszodában a gőzgenerátort, a rendőrkapitányságon a szerverterem klímaberendezését, a gyepmesteri telepen a radiátorokat cserélik, ezen kívül a színházban, a Pentelei iskolában és az Eszterlánc tagovodában is végeznek kisebb javításokat. Mindezekre 6,1 millió forintot biztosított a közgyűlés. Schuster Tamás, a Dunajvárosi Rendőrkapitányság vezetője szeptember 1-től új körzeti megbízottat nevez ki Óvárosban. Ahogy halad az idő, eljutottunk ismét oda egy jó kollégánkat, aki már egy éve megbízottként látja el a körzeti megbízotti feladatokat új keretben, az Óvárosban, illetőleg Pálhalmán, hogy ki tudjuk nevezni, mert azt lehet mondani, hogy megérett rá, hogy kinevezhetővé váljon ebbe a beosztásba, és a jelenlegi jogszabályi szabályzóink alapján ehhez közülésnek a véleménye kell. Az új körzeti megbízott Demeter Nándor törzsőrmester is szólt néhány gondolatot az ülésem. A kaptány úr is elmondta egy éve, körzeti megbízott új távolás Pálhalmán, Óvárosban. Én új telepen is nőttem fel, elég jó kis kapcsolatokat sikerült képítenem ez alatt a szolgálati időm alatt. A képviselők támogatták a törzs őrmester körzeti megbízotti kinevezését. Új doktor fog praktizálni a 8-as számú felnőtt házi orvosi körzetben. Dr. Surányi Hilda jelentkezett a feladat ellátására november 1-jei hatállyal, mivel a doktornő a fővárosban él, lakhatási támogatást kért az önkormányzattól, amelyet meg is szavaztak neki. A költségvetés lehetővé tette, hogy az idősek világnapja alkalmából is 5000 forintos támogatásban részesüljenek a dunajvárosi nyugdíjasok. Megbecsült nyugdíjas korú, időskorú állampolgárok, akik álmodulmási lakhelyen rendelkeznek, megindult a szeptember havi nyugdíjak folyosításával együtt, és egy polgármesteri tájékoztató levéllel együtt az 5000 forintos támogatás folyosítása, hogy október 1-ig, az idősek világnapjáig valamennyi dunajvárosi nyugdíjas megkaphassa. Ezt a támogatást minden évben legalább egyszer karácsony alkalmával folyosítják az időseknek, de a gazdasági helyzet függvényében akár 2-3 alkalommal is. Ennek tükrében decemberben is kap támogatást a mintegy 12 000 érintett nyugdíjas. Erről a karácsonyi pénzről hoztak most döntést a közgyűlésen. Élesen bírálta egymást az ellenzéki és a kormánypárti oldal egy-egy napirendnél. A vita során szóba került az internetes felületeken zajló gyűlöletkampány is. 4 éve, illetve 5 éve, vagyunk így együtt. Önök ugyanazt látják, amit mi. Ugyanazt érzékelik vizuálisan, amit mi. Önök tudják, hogy ez a város ilyen fejlődésen még soha nem ment keresztül. És azt is tudják, hogy ez a kormány támogatása nélkül nem menne. Egy napi rendi pontról zárt ülésen tárgyaltak a képviselők. Az önkormányzati törvény értelmében a képviselőtestületek közgyűlése kitüntetési ügyekről kötelezően zárt ülésen döntenek. Ugye jelen esetben a dunajvárosi díjról döntünk, melynek átadása ugye nemzeti ünnepünk a
október 23-án történik meg. A díjazott személye a nagy közönség előtt természetesen az október 23-ai díjátadón derül majd ki.